Egy különleges tanítási nappal kezdődött a hét a Lukács iskolában, hiszen az intézmény 12. osztályos diákokból álló csapata lett a Nemzeti Színház tavaly meghirdetett nagysikerű pályázatának nyertese. Ez egy létező program a színházunkban. Az ember tragédiája szállóigévére csinálhattak a gyerekek, a osztály, az iskola, ilyen kis rövid, pár másodperces, egyperces spottokat. Ebből volt egy verseny, és Ziegler Krisztina tanárnő vezetésével ezek a gyerekek egy remek spottot csináltak, és ők lettek az elsők. És a jutalom az, hogy mi kitelepedünk az iskolába, és megpróbáljuk ezt a napot szépé, izgalmassá tenni. A Nemzeti Színház igazgatója úgy fogalmazott, a programnak két fontos üzenete van. Egyrészt, hogy a Nemzeti Színház minnyájunk színháza, így az övék is. Másrészt az, hogy vannak értékeink, kincseink, Madács, Bánkbán, József Attila, ugye, ma róluk szól ez a délelőtt, amely kincseket muszáj átadnunk, muszáj, hogy minden újabb és újabb generáció átvegye tőlünk ezeket a kincseket, és ez egy első számú kötelességünk. A gépek, mondom, ördög művei, szánktól ragadják a kenyeret el. Ezzel az ember tragédiája műben szereplő idézet illusztrálásával nyerte el az iskola csapata a fődíjat. A 30 másodperces videóban az alkotók azt mutatták meg, hogy az évszázadok múlásával hogyan vették át a gépek a kétkezi munka szerepét. Az volt maga a koncepció, hogy az videó elején még sokan voltunk a videón, és akkor még kézzel dolgoztunk a videón, majd utána egyre kevesebben lettünk, és próbáltuk belevinni a gépeket, és a videó legvégén már csak egy gép dolgozott, akkor már emberek abszolút nem is voltak a videón. A rendhagyó tanórák keretén belül a magyar irodalom kiemelkedő alkotásaival ismertették meg a tanulókat az előadók, akik között olyan legendás művészek is helyet foglaltak, mint a Kossuth Díjas magyar előadó művész Hobó, aki megzenésített verseivel hozta közelebb a költészetet a diákokhoz. A mai világban úgy érzem, hogy olyan generációknak, akiket ma tanítanak iskolákban, nagyon nehéz elvinni egy közvetlen kapcsolathoz a költészettel. A médián vagy a televízión, vagy ezeken keresztül, és az élő előadások azok mindig nagyon sokat jelentenek, hogy az emberek saját maguk tapasztalják meg, hogy mi van egy versben, hogy az hogyan közvetíti valaki, és amennyiben hiteles akkor az előadás, akkor el lehet jutni a közönséghez. A Lukács iskola a műszaki ismeretek tanítása mellett nagy hangsúlyt fektet a tanulók humán műveltségének szélesítésére is. A nap a színészek és a diákok közötti barátságos futballmérkőzéssel zárult.